Nagyon sok szeretettel köszöntöm mindnyájukat, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Balogh Béláné Kornai Margitot szeretném önöknek bemutatni, aki a férjével alkotói közösségben 49 némafilmet és 16 hangosfilmet készített, egy olyan úttörő nőt, aki a magyar filmtörténetet jelentős mértékben formálta, alakította és meghatározta, a nevét azonban egyetlen film főcímében sem találjuk. A fotón Balogh Bélánét az asztal mögött ülve látjuk, mögötte balról jobbra Pakocs József, filmforgatókönyvíró, mellette Balogh Béla, filmrendező, Macsasovszky Ilona, a néma filmkorszak egyik legnagyobb sztárja, egy félig beazonosítatlan, valószínűleg díszlettervező, és jobb oldalon pedig Kertész Mihály látható. Nagyon gyorsan, címszavakban engedjék meg, hogy néhány magyar filmtörténeti fordulópontot felidézzek a kezdeti időszakból. Tudom, hogy mindenkinek a könyökén jön ki, de akkor is. 1896. májusában készül az első magyarországi filmfelvétel Lumière operatőr segítségével a Lánchíd Budai híd főjénél és a Budai várban. Ugyanebben a hónapban lezajlik az első filmvetítés is. 1896. júniusában megnyílik az első mozi, az Ikonográf, ami két hónapon belül csődbe megy és bezár. Az első magyar gyártású filmfelvétel 1901-ben április 30-án lett bemutatva, ez a Tánc, egy filmtörténeti előadás az Uránia Tudományos Színház előadásához, 24 kinematogram illusztrálja a legnagyobb magyar színészek táncos közreműködésével. 1911-ben megnyílik az első filmstúdió, a Hunnia Biográf, a mai Pannonia és Radnóti Miklós utca sarkán, az Újlipót városban. 1912-ben készül el az első több tekercses, igazi játékfilmnek tekinthető első magyar drámai műfilm, Kertész Mihály Ma és Holnap című alkotása, és 13-14-ben elindul a magyar filmgyártás, amelynek egyik legfőbb jellemzője az, hogy irodalmi alapanyagot vesz alapul, irodalomcentrikus, tehát magyar és külföldi nagyregények és kortárs irodalmi művek kerülnek a filmvászonra. 1912-ben körülbelül 120 mozi van Budapesten, ezzel Budapest nem csak a kávéházak, hanem a mozik városa is. 8000 emberre jut egy darab filmszínház, Berlinben ez 15000 fő per filmszínház, Londonban 17000 emberre jut egy darab mozi. Az első világháború pedig elképesztő konjunktúrát hoz a magyar filmgyártásba, hiszen a francia, olasz, amerikai filmeket filmbehozatali tilalom sújtotta, és ez megtáltosítja a magyar filmkészítést. Két fő centrum körül csoportosul a filmgyártás, Kolozsváron és Budapesten. Az 1919-es tanácsköztársaság 4 hónapja alatt minden, amilyen jelszóval a filmszakmát államosítják, többször újjászervezik, átalakítják, amelyet 1920-tól egy mély zuhanás a magyar filmgyártás több mint 7 szűk esztendeje követ, amikor mindent eláraszt a külföldi film, és aki él és mozog, filmrendezők, színészek, filmszakmunkások, a színejavuk elhagyja Magyarországot. Nyugatra emigrál Kertész Mihály, Korda Sándor, Balázs Béla, Fejős Pál, Vajda László, Bíró Lajos, Puttilia, Bánki Vilma, Lugosi Béla, Korda Mária, Lüszi Doren, Várkonyi Mihály, és ez csak a jéghegy csúcsa. A magyar néma filmkincs története elképesztően tragikus. Körülbelül 600 elkészült némafilmből, 51 néhány van meg az archívum gyűjteményében, részben, töredékben. A filmek 93%-a, ez most a hivatalos szám, elpusztult, elveszett vagy egyenesen megsemmisítették. 124 évvel ezelőtt született az új médium, a film. Az eltelt 124 év felén, éppen 62 éve, Kelet-Európában is igen későn jött létre a Magyar Filmarchívum 1957-ben. Egy pillantást vethetünk erre a képkockára, ami az első magyarországi filmfelvétel a háttérben a Lánchíddal. És mivel, hogy ekkora hatalmas veszteségeket kell elkönyvelnünk, ami a filmeket illeti, ezért a kutatás, információszerzés fontos forrását jelentik a magyar filmszakmai folyóiratok,
amelyeknek legelső példánya a Helios 1907-ben jelent meg, néhány héttel később, 1908. januárjától követte a mozgófénykép híradó. Itt ez egy rövid kis válogatás. Kornai Margit 1883-ban született Kárpátalján, filmszínészi, énekesi tanulmányokat végzett Budapesten, és hamarosan Szabadkára, majd Szatmárnémetibe szerződött, ahol zajos sikereket aratott, hatalmas rajongótábora volt, üldözték a rajongók. 1911-ben akkori férje, Papír Sándor, táncos komikus, jelentős színész, Fedák Sári partnere elnyerte az Újpesti Népszínház igazgatói posztját. A papírházas pár néhány hónap leforgása alatt jelentős kölcsönök segítségével színvonalas társulatot szerződtetett Újpestre. Férje váratlan és tragikus halála után azonban egyik pillanatról a másikra Papírné lett a színház igazgatója, intézője, hitelezők céltáblája, akit neki kellett egy személyben a színház adósságait pillanatok alatt rendezni, amire mindene ráment. Két kisgyermekével egyedül maradva, hatalmas bátorsággal és remek üzleti érzékkel, amint rendezte a színház adósságait, nem dőlt hátra, hanem 1914-ben a budapesti tisztviselőtelepen mozi üzemeltetésbe kezdett. Művészi tehetségét gyermekei is örökölték, fia Papír Viktor, később zeneszerző, komponista, filmslágerek szerzője, emellett filozófus lett, lánya Papír Magda, kezdetben gyermekszínész, majd Orsi Mária néven a hangos filmkorszak 5 jelentős filmjének író, forgatókönyvírója, és manapság férje neve után Szepes Máriaként ismerjük őt. 1915-ben Kornai Margit hozzáment korábbi színésztársához, Balogh Bélához, akit már a rákövetkező évben, és ezt minden forrás megerősíti, hogy ő és csak ő volt az, arra biztatott, hogy kezdjenek mozivállalkozásba, alapítsanak egy filmvállalatot és filmkölcsönző vállalatot. Sőt, arra is biztatta férjét, hogy a Berlinből hazaköltöző nagy renoméval és rengeteg filmmel a háta mögött, vagy elismertséggel rendező Illés Jenő filmrendező mellett tanulja ki a filmrendezés csinyát, binyát, és legyen filmrendező. És valóban így is lett, míg Balogh Béla buzgón Illés Jenő rendezőasszisztense, addig Kornai Margit fáradhatatlan szervezőkészsége és eltökélt víziója nyomán 1916-ban saját vállalkozást indítanak, amelyet 1917 nyarára sikerül Balogh Béláné Kornai Margitnak feltőkésíteni, tehát tőkés tulajdonosokat bevonzani, és így megalakul Magyarország harmadik legnagyobb alaptőkéjű filmgyára, az Astra Filmgyár és Filmkölcsönző Részvénytársaság, amelynek Újpesten hamarosan meg is, illetve Angyalföldön megépül az üvegműterme. Balogh Béláné Kornai Margit rengeteget olvasott, és nagyon jó ízlése, nagyon jó szeme volt az izgalmas megfilmesítés után kiáltó témák kiválasztásához. Intuíciói, ötletei, rettenthetetlen munkabírása minden forrásunk megerősíti, hogy éjjel-nappal dolgozott, és amit el akart érni, azt sikerült megvalósítania. Tehát munkabírása és zseniális szervezőkészsége hamarosan komoly garanciát jelentett, és nem csak a szakma, hanem a filmsajtó számára is hamarosan kétségtelen 1918-ban, hogy idézett hozzáértése, nagyszerű munkabírása és finomízlése minden Astra filmnél érvényesül, különösen eredeti és frappáns ötleteivel tűnik ki, ő a filmgyár lelke és lelkes harcosa az előrelendült magyar filmgyártásnak. Nem egyszer előfordul, hogy őt kitűnő rendezőnek is nevezik. Valóban rövid idő alatt Balogh az egész szakma megbecsülését kivívja magának. Mi sem jellemzi ezt jobban, mint hogy 1919-ben a Tanácsköztársaság alatt a központosított dramaturgia és a művészeti bizottság titkára, akinek legfőbb feladata az, hogy idézem, témakeresőként ő, aki már eddig is igen jelentős szolgálatokat tett a filmszakmának, kizárólag művészi szempontok alapján megfilmesítésre alkalmas filmötleteket és témákat keressen.
Ezen kívül egyetlen nőként, Bátori Bélával együtt, a filmfelvételi üzemosztály vezetője is. A színházi élet igyekezett egyik beszámolójában, a filmszakma átalakításával kapcsolatos beszámolójában mindenkit megnyugtatni, hogy az átalakult filmszakma minden osztálya élén a legkiválóbb szakférfiak állnak. Egyetlen nőként Balogh Béláné is. Rá nem volt ugyanis akkor még szó. Hogy hogyan is lehetne nevezni egy nőt, aki egy csak és kizárólag férfiak által dominált területen, ahol olyan nevek mozogtak, mint Kertész Mihály, Korda Sándor, Siklós Iván, Márkus László, Balogh Béla, tehát ahol ő egyetlen nőként helytállt. Egy ideig a gazdasági főnököket is Balogh Béláné képviselte, sőt a filmszínész vizsgáló bizottság tagja is lett. Ez egy olyan grémium volt, amely a színészeket zsűrizte, és megszabta, hogy kik azok, akik a tanácsköztársaság ideje alatt a filmekben szerepelhetnek. Kornai Margitot már ekkor Sherlock Holmesnak nevezik, mert hogy olyan jó érzéke és szeme van az izgalmas témák kiválasztásához. És nem csak a témák, az izgalmas témákra érzett rá, hanem arra is, hogy ki az, akiből remek filmszínész válhat. Férjével együtt olyan később nemzetközi filmszárok felfedezője lett, mint Puttilia, akinek Magyarországon csupán egyetlen filmje készült, a Balogh házas pár keze között, a Császárkatonái. Puttiliáról egyébként ez az egyetlen magyarországi fotónk, eléggé elkenődött sajtófotó, amihez azt írták mellé, hogy amikor még Puttilia molett volt és hosszú hajat viselt, tehát így becsüljük meg azt a filmsztárt, aki Berlinben és Hollywoodban utána utánozhatatlan karriert futott be. De Baloghék felfedezettje volt Bánki Vilma és Petrovics Svetislav, akik a Vita Nova és a Veszélyben a pokol című filmekben is, illetve Petrovics Svetislav számtalan magyar némafilmben játszott. A Veszélyben a pokol címszerepében Bánki Vilma, mint a nagybetűs nő, a pokolba kerül, homlokon csókolja Belzebúbot, akinek ettől leesik a szarva, és a pokolban kitör a káosz, és a pokol elszabadul. Tehát ez egy hatalmas, nagy sikerű szerepe volt Bánki Vilmának. De számos más felfedezettjét említhetnénk a Balogh házas párnak, csak néhány nevet említenék azok közül, akiket vagy ők fedeztek fel, vagy pedig az ő filmjeikben játszottak meghatározó szerepet. Bojda Juci, a csodálatos Lót Ila, Macsasovszki Ilona, Bolvári Géza, Fenyő Emil, Ádám Klári, Mészáros Gyula. Ezek a nevek ma mondanak valamit? Számunkra? Hát érdemes gondolkodni rajta. Ezen a fotón az Astra filmgyár meghatározó vezetőségi tagjait láthatjuk. Jobb oldalon a fotelben Olá Gyárfás Mihály, a tőkés tulajdonos, aki egyébként eredetileg vendéglős volt. Balogh Béláné mellett férje Balogh Béla, a már említett Pakocs József, a másik fotelben Törzsenő színész ül. Balogné tehát rövid idő alatt komoly tényező lett, akit mindig az események epicentrumában találunk. Nagyon jól illusztrálja ezt az 1918 végén bekövetkező esemény, ami egyedülálló volt az addigi magyar filmtörténetben, az Astra filmgyár ellen a moziszakmai szakszervezet bojkottot hirdet. Ez azt jelenti, hogy a szakszervezeti tagok nem működhettek közre a filmgyár filmjeinek vetítésében, reklámozásában, stb. Miért tört ki ez a bojkott? Azért, mert a tulajdonos Olá Gyárfás Mihály kettő színésznő, Macsasovszki Ilona és Bojda Juci fizetését megalázóan alacsony szinten tartotta, és mert méltatlan módon elbocsátotta az Astra producer gyártásvezetőjét, Balogh Béláné Kornai Margitot. Gondoljunk bele, 101 évvel ezelőtt Magyarországon filmszakmai bojkott tör ki azért, mert két színésznő
alacsony bérezésben és egy producernő elbocsátásban részesül. Ezt csak úgy tudta orvosolni Oláh Árpás Mihály, hogy Balogh Bélánét visszahelyezte pozíciójába, és a két színésznőnek pedig megemelte a bérét. Ettől függetlenül néhány héttel később, 1919-től a Balogh házaspár átszerződött a Sztár filmgyárhoz, Magyarország egyik legjelentősebb filmgyárához, ahol 1920-tól Balogh Béla főrendező lett. Ez az Astrának a logója és egy reklámanyaga. De ugorjunk egy picit vissza még egyszer, 1917 őszére. Az Astra filmgyár 5 filmmel néhány hét alatt berobbant a köztudatba, 5 filmmel rukkoltak elő, amiből 3 azonnal szenzációs siker, ikonikus darab lett, az Opsitos, a Vengerkák és a Pál utcai fiúk. Jó érzékű, bátor témaválasztással Balogék leteszik névjegyüket, és már első munkáikban felcsillan későbbi filmjeik oly gyakori és jellemző motivuma, mint az aktuális témaválasztás, a társadalmi kérdések és a szenvedők iránti érzékenység, és különös védjegyükké vált a gyermeksorsok hiteles ábrázolása is. Ezek már mind első filmjeikben is megjelennek. Rengeteg műfajt kipróbáltak, a társadalmi drámától a könnyed vígjátékon keresztül az operettig, sketchekig, az amerikai típusú kalandfilmig, és források bizonyítják, hogy valóban Kornai Margit volt az előolvasó, ő rukkolt elő, főleg a kezdeti időszakban azzal, hogy miből csináljanak filmet. Kornai Margit hivatalos nőmozgalmi múltjáról nem tudunk. Bár Magyarországon az 1800-as évek végétől volt nőmozgalom, 1904-ben megalakult a Feministák Egyesülete, és 1913-ban Budapesten került megrendezésre a Nők Nemzetközi Választójogi Szövetségének 7. kongresszusa 3000 résztvevővel. Az amerikai nőjogi harcosoktól a balmazújvárosi parasztasszonyokig, az úgynevezett parasztfeministákig, aki élt és mozgott, 13-ban Magyarországon volt. Ezt csak azért említem, mert a Balogh filmekben áttűnő női sorskérdések, bár nem bizonyíthatóak, de kétség kívül Balogh Béláné Kornai Margit kezenyomát és női tapasztalatait őrzik és viselik magukon. Ami nem volt csekély. Gondoljunk csak bele, 3 öccse volt, 14 éves volt, amikor Kornai Margit szülei mind a ketten egymástól függetlenül leléptek Amerikába, mert egy ilyen elég jazzes házasságban éltek. 28 évesen özvegyen marad, 3 gyermeket szült, első gyermeke néhány hónapos korában torokgyíkban meghal, 28 évesen színházigazgató lesz, moziüzemeltetésbe kezd, tehát egy olyan közegben, ahol a nőknek nem volt előtte nyoma sem, úgyhogy biztosak lehetünk abban, hogy neki aztán valóban volt női tapasztalata, hiszen egy igazi úttörő nő volt. Mik ezek a női témák? 1917-ben az egyik legsikeresebb második filmjük a Vengerkák, ami a színészi karrier reményében Oroszországba került, művészi karrierről álmodozó fiatal nők tragikus története, akik hazájuktól távol legjobb esetben kitartottak, rossz esetben és többségükben prostituáltak lettek. Tehát az Astra egyik filmje prostitúcióba csúszott magyar női sorsokról szól. Sajnos a filmből ezen a csodálatos plakáton kívül nem sok maradt fenn. De említhetnénk az 1918-as Asszonyfaló című vígjátékot is, ami egy tudós, ám de nőgyűlölő férfiről szól, aki nem csak a saját életéből és házából, de a közéletből is igyekszik kiszorítani a nőket. Nem tudok attól eltekinteni, hogy ez a film 1918-ban akkor készül, amikor a magyar nők szavazati jogért való küzdelme a zenitjén van. Úgyhogy ezt kell az alatt érteni, hogy aktuális témaválasztás. Tehát ezekre érzett rá Balogné, én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ez a film ekkor készül el. A Hegyek alján című bukolikus idill köntösébe csomagolt 1920-as film pedig
A természet idillése egy pásztortörténet ábrázolása mellett igazából tulajdonképpen arról szól, hogy egy nőt anyagilag kihasználnak, lerabolnak, szexuálisan megrontanak, kényszerítenek, és ez hétköznapiság számba megy, ezen senki nem lepődik meg, maximum egy kis pletykára ad okot. Természetesen ezek a női témák nem olyan húsba vágóan komolyak, mint például az amerikai Lois Weber filmjei, aki 1916-ban már az abortuszról készített filmet, tehát ezt nem lehet összehasonlítani, de azt gondolom, hogy Magyarországon ez is egy nagyon komoly lépés volt. Balogh házaspár filmjeiben rendre előkerül a háború ellenesség, a pacifizmus, antimilitarizmus. A világháború harmadik évében legelső filmjük Kálmán Imre operettjéből készült az Opsitos, amely a harctéren keresztül lépkedő béke allegóriájával a kizsigerelt, elgyötört, nyomorgó, háborútól elgyötört lakosság realisztikus ábrázolásával szintén egy különleges filmalkotás. Meg kell említenünk sarkalatos pontként az imént már szóba került a Császár katonái című filmet, ami idézett a magyar filmgyártás első forradalmi filmjének számító gyújtó hatású remeke, ami az 1918-as őszi rózsás forradalom napjaiban, Budapesten, forradalmi napokban filmhíradó dokumentum részletekkel dúsítva került a közönség elé, és amelyet az aktualitása miatt kötött le egyik pillanatról a másikra Balogné, tehát vette meg a filmjogokat. Ezzel nem más, mint Kertész Mihály, a nagy renoméval rendelkező magyar rendező égtelen haragját vonta magára, idézett, Kertész téglátta ragadva támadt neki a sajtóban, annyira zokon vette, hogy egy élelmes, jószimatú és gyors nő hamarabb csapott le az 1918 őszén hiperaktuálissá vált darabra. És Baloghék legkomolyabb védjegye filmjei különleges gyermekcentrikussága, illetve az a társadalom kritikai hangnem, amely át és áttűnik a filmekben. A társadalmi igazság nyomorábrázolása. Az Egyenlőség című szatírából emeltem ki néhány érdekes fotót, amely az osztály kérdést taglalja, létezik-e osztály nélküli társadalom, szatirikus formában. Egy arisztokrata család cselédségével együtt hajótörés szenved, és egy lakatlan szigeten egyik pillanatról a másikra kiderül, hogy az arisztokraták képtelenek még akár csak tüzet is gyújtani, tehát túlélésre alkalmatlanok, és ezért a talpra esett komornyik átveszi az irányítást, és a szerepek egyszerűen felcserélődnek. De említhetnénk a Balogh házaspár Rang és mód, Hivatalnok urak, Udvari levegő, a Baba című filmjeit, amelyek mind az érdekházasság, az eladósodás, az osztály ellentétek, az előkelősködés, a kivagyiság, a hivatalnok lét kiszolgáltatottságának nyomorult kiszerűségét taglalják. És most akkor még néhány szót ejtenék a gyermekfilmekről. Ahogy említettem, 1917-ben első néhány filmjei között szerepel a Pál utcai fiúk, ami akkora siker lett, hogy valószínűleg ezért 1924-ben újra elkészítik. Ez a 24-es filmből néhány film. A Gyermekszív rejtelmei című alkotásukból, hiszen közel 10 gyermek témájú filmet készítenek. Ezt a fotót csupán azért választottam, mert megdöbbentett, amikor ezeket a filmfotókat végignézegettem, hogy minden filmben találkozunk egy olyan gyerek, kisgyerekkel, aki minden filmben a gyerekek árvák, nyomorognak, csellengenek, éheznek, de minden filmben található egy gyermek, aki ágyban fekszik, beteg, haldoklik, vagy éppen már meghalt. Tehát borzalmasan tragikus. Egy nagy ugrással ugorjunk a hangosfilm korszakhoz. Balogné unszolására a 20-as évek második felében a házaspár Berlinben él, ott is készítenek egy filmet, bár Balogh Béla nagyon óckodott attól, hogy ne az anyanyelvén rendezzen filmeket. Ebben az időszakban mindketten inkább befelé élnek, lelki, spirituális dolgokkal foglalkoznak. 1935-től 16 darab hangos filmet rendez Balogh Béla, akivel elválaszthatatlan művészi alkotótársak voltak a feleségével.
aki minden egyes nyilatkozatában megemlíti felesége érdemeit, mint aki leghozzáértőbb és legodaadóbb munkatársa. Alkotó közösségük hamarosan kiegészül gyermekeikkel, akikről már említést tettem, Papír Viktor zeneszerzőként, Orsi Mária pedig filmforgatókönyvíróként száll be a családi vállalkozásba. Első filmjük egyébként egy gyermektörténet, az Édes Mostoha. 41-ben megalakítják a Balogh Film Kft-t, amihez két ikonikus Karádi Katalin filmsiker kötődik, a Ne kérdezd, ki voltam, és az Ópiumkeringő. A zsidó törvények életbe lépésével azonban Balogné neve, aki addig sem szerepelt a filmfőcímeken, de Papír Viktor és Orsi Mária neve is eltűnnek a filmekről, és az Ópiumkeringőnek írója, rendezője és zeneszerzője is a végén már Balogh Béla. Ettől függetlenül, hogy a nevével nem találkozunk, számos verkfotón, filmforgatáson készült fotón, standfotón találkozunk Balogh Béláné fehér köpenybe bújt alakjával. Ez a Balogh Film Kft. Logója mindig a kamera közelében nagyon fókuszált tekintettel, koncentrált arccal látjuk őt. Elképesztően sokoldalú személyiség volt. Három könyvet írt, 1930-ban a Testi betegségek lelki okai címmel, Rüdiger Dahlke akkor nem tudom még hol is járt tulajdonképpen, 1931-ben a Veszteglés az ismeretlenben című kötettel, és 1947-ben lánya leghíresebb könyve, ugye a Vörös Oroszlán 46-ban jelent meg, 47-ben jelenik meg Kornai Margit, Akik sokszor élnek című regénye. 1945-ben másodjára is megözvegyül, és amit az imént elfelejtettem mondani, viszont nagyon fontos, ez az agilis, remek szervező készségű, gyors reagálású, aktív nő, aki elképesztően tudott másokat lelkesíteni, és rendkívül karizmatikus volt. A 20-as évek divatos, ezoterikus, spirituális, spiritista szeánszain a legkiválóbb médiumok egyike volt. Tehát ez volt a személyiségének a másik oldala. 45 után Svájcban és Skandináviában próbálja értékesíteni a hangos filmjeiket, és 1950-ben, 67 évesen a magyar filmgyártó állami vállalathoz elszegődik, valószínűleg anyagi megfontolások miatt is, adminisztrátor munkakörbe. Egy ilyen nő, ilyen háttérrel adminisztrátor lesz. A munkakönyve tanúsága szerint, ahová bemondás alapján bekerülnek korábbi munkakörei, ezzel találkozunk. 1916-tól 21-ig rendező, 21 és 27 között dramaturg, 27-től 38-ig asszisztens és gyártásvezető, 38 és 45 között rendező és dramaturg. A magyar filmművészet egyik úttörő személyisége, hihetetlen tapasztalatokkal rendelkező alázatos munkása szinte utolsó lehelletéig, 1953-ig a filmgyártás közelében maradt. És egy idézettel szeretném befejezni. A nőknek mindenütt lehet respektusuk a férfiak előtt, csak éppen rendezői téren nem. 1920-ból származik ez az idézet Balogh Béláné Kornai Margit szájából. Az előadás, ez a kutatás és anyaggyűjtés nem jöhetett volna létre Balogh Gyöngyi filmtörténész inspirációja és végtelen buzdítása nélkül, a Szepes Mária Alapítvány nagy lelkű támogatása nélkül, akik a filmarchívum rendelkezésére bocsátották időlegesen a tulajdonukban levő filmes szakanyagokat és fotókat, és nem jöhetett volna létre számos kollégám segítsége nélkül, mint például Blahó Péter és Szita Krisztina fotótáros, aki egy költözés doboz rengetegében az összes lehetséges fotót előtúrta, és ekkorában rendelkezésemre és rendelkezésünkre bocsátotta. Úgyhogy köszönöm nekik, és köszönöm önöknek is a figyelmet.